Az idősek mindent megkapnak az intézményben, amire szükségük van. Gyönyörű környezet, kényelmes meleg szobák, napi 5-szöri étkezés, 24 órás orvosi ellátás, szabadidős tevékenységek. Karácsony előtt néhányuknak mégis könyv szökik a szemébe, hiszen a család hiánya borzasztó érzés. Mindennel el vagyunk látva, és kedvesek a nővérek, törődnek velünk, és a szabadidőnket is igyekeznek szépen kitölteni. Az otthon munkatársai alkalmi karácsonyi ünnepséggel kedveskedtek az időseknek. Surányiné Réti Katalin református lelkipásztor a karácsony jelentőségéről beszélt az intézmény lakóinak. Karácsony azt jelenti, hogy soha nem vagy egyedül. És engem ez a mondat nagyon megérintett, mert ez tényleg így van. Lehetünk fizikailag egyedül, lehet, hogy nem tudjuk a vérszerinti családunkkal eltölteni az ünnepeket, de lélekben mi most már soha nem vagyunk egyedül. A gyerekek és az idősek nagy örömére a télapú is megtisztelte a rendezvényt. Tiszteletére a Palicsi Miroslav Antich általános iskola tanulói adtak alkalmi műsort. Karácsonyi ünnepség, ez még ugye társult ezzel a nagyon szép karácsonyi kis programmal, amire az idősek is készültek különböző kézimunkákkal, énekekkel. A bentlakók nagy élvezettel követték a műsort. Együtt énekeltek, táncoltak a gyerekekkel és a gondozókkal.